Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit. Tudom, azt ígértem, hogy a The Turing Test nevű játékkal fogunk ma játszani, viszont hát úgy alakult, hogy a hetem egy kicsit húzósabb lett, mint terveztem, úgyhogy most inkább csak lazítanánk egy kicsit, és hát mi lehet jobb játék lazítani, mint a Witcher, mármint legalábbis az a rész, ahol éppen most vagyunk. Ugyanis Skellige-n vagyunk, és sidequesteket csinálgatunk, ugyanis egyrészt a fő sztori is, meg ugye a főbb karaktereknek a sztoria is tulajdonképpen már, hát mondjuk úgy, hogy megvan nagy részt. Úgyhogy most elkezdünk kontraktokat, sidequesteket csinálgatni, Witcher gíreket keresgetni, öklözőversenyeken részt venni, ugye ez a Fist Fury versenyek, illetve lóversenyekre járunk. Hát ez a pár dolog azért most egy pár streamet el fog foglalni. Meglátjuk, hogy ezután hova, meddig jutottunk el, milyen szinten vagyunk, és vagy elkezdjük a Hearts of Stone kiegészítőt, vagy elkezdjük az Endgame-et. Hát pontosabban előtte még Kaer Morhenbe ugye elmegyünk, meg ott is megcsinálgatjuk a sidequesteket, bár az nem olyan sok, azért az nem olyan vészes. Jó. Oké, és az endgame-et pedig majd valószínű egy levegővel fogjuk, hát majd persze meglátjuk, hogy sikerül, mert azért az nem egyszerű. Már ott azért vannak nehéz dolgok is. Na, úgyhogy akkor itt is vagyunk. Itt van Monsieur Geralt. És akkor kezdjük is. Pontosabban folytassuk. Remélem technikai gondjai még ma se lesznek. De majd szóljatok, ha esetleg valami nem oké. Még egy dolgot kipróbálok. Még talán a hangerő is rendben van. De egy picit lehet, hogy állítok rajta, mert lehet, hogy így sok. Jó, csak azért, mert megnéztem a múltkori streamet, ott pedig egy kicsit kevés volt a hangerő, de most reményeim szerint már jó lesz. Na, úgyhogy akkor itt vagyunk Geralt az Skellige-n. Annyi adminisztratív dolgot csináltam streamen kívül, hogy nyilván kijavítottam a felszerelést. Ez egy elég fontos része a dolognak. Illetve elpikkeltem a scavenger huntokat, tehát ugye a Witcher School Gear térképeket, ha úgy tetszik. Semmi különös, ezt itt a Keltroldei Armorer-től lehet egyébként megvenni, és ott lehet ezt beszerezni, és akkor innentől kezdve éles a quest. Na, akkor alapvetően én ezeket csinálgatnám, persze a menet közben jön egy-egy sidequest, akkor azért ott amellett nem megyünk el, úgyhogy itt most rögtön ezt meg is csináljuk, vagy hát megnézzük, hogy mi ez. Listen, Witcher. Got us some weird Diablin. You know, drowners. Real problem. The kind your silver sword could most certainly solve. Drownereket kell megölni. Tearing your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. Attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rurik, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none of that comes to mind. Those who see the beasts, meet him. Well, they generally don't come back to dry land alive. Jó, csináljuk persze. I'll take the job. Dealt with drowners many times. Semmi különös. Soon be over. Got my word on that. Jó. És itt volt még egy felkiáltójel. Megnézzük ezt is. Ha már úgyis itt vagyunk. Indeed.
Ó, itt van. Péter, nem láttam. Na. What is it? Our ship was wrecked against the rocky shore during the last storm. I've lost everything. How am I supposed to help? I haven't even got the coin for the journey home, and with each day's delay, I draw closer to bankruptcy. Might have guessed you'd come around to coin. So, need a loan? Or is it just alms you're after? I should pay you back every last copper, I swear it. You need only call on me at my address in Novigrad. Fine, I'll help you. I visit Novigrad often enough. Might stop by, see how business is going. Thank you. You'll find me in the port district. My name's Johan Bonner. See you later then. Hát jó, adtunk neki kölcsön. Pörögjön a biznisz. Jó. Na, akkor ez is. Opá, bocsánat. Jó, és elvileg itt nincs más. Úgyhogy akkor... Azért elnézem, mert mintha rém lenne, hogy itt volt valami. Nem, nincs. Jó. Na, akkor... nézzük meg ezt, amit a fickó adott nekünk. Kontrakt volt, jól emlékszem. Ezt. Hát kezdjük ezzel egy laza kis kontrakt így a szombati ebéd utánra. Jó, hova kell mennünk? Hát... nem túl messzire. Rurik, right? Heard you were on a boat the drowners attacked. Aye, I was. With Ulf, my cousin, gathering our crab traps off the Kerrig cliffs. Ulf was pulling up a line, having a hard time of it. You know, grand, I thought. Cage has got to be full, it'll be a good haul. Then something tugged back and down. Weren't a blink and Ulf was underwater. Called after him. Once, twice, thrice. Then the water went red with blood. I smelled something horrid. Rotten, but worse. And the Muir Dieblin flipped the boat. Don't even know how I made it ashore. Must have had Freyr watching over me. That, or the monsters had eaten their fill. Thanks for the story. Jó. Oh! Itt van még egy tanú. Told drowners killed your husband. Then you were told right. First the sea took me son, and now me man. I'm the only one left. Chavilla, our son, he went out fishing and didn't come back. My man had walked out to the Kierag cliffs every day to watch for his boat. I told him he cannot bring him back to life, and that he could die himself. We'd heard about drowners, but he couldn't sit still. Donned his old coat and went. One night, he didn't come home. I fetched my brother, grabbed a torch, and we went looking for him. The Muira Dieblin, sea fiends. They caught him so bad, I only knew him by his coat. Small comfort, I know. But the drowner problem will soon end. I promise you that. Farewell. Jó. Na és akkor most meg kell nézni a helyet. Elvileg itt van, nem messze. Aha, tehát itt van az egyik, pedig a másik. Jó. Hát, gondolom valamelyre erről kell jönni. Ide meg majd... Hoppá. Na mindegy, majd meglátjuk. Hát menjünk.
menjünk lóháton. Ha már van. Na. Rúcs egy kicsit összekavarodik néha. Látszanak is ezek a drónerek. Another victim. Hoppá. Óvatosan. Oké. A világító torony, amit megoldottunk múltkor. Jó, na menjünk, mert valahol itt lesz a dránereknek a fészke. És felszerelés, az mindig jól jön. Aha, már valami illat is van. Hát oda most úszni kellene? Hát akkor úszunk. Jól látom, hogy... mint ez egy barlang lenne. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem erre kell jönni, de... Jede. Igen, ha... ha... de csak erre kell jönni. More drowners. Gyűjtjük a maradékot. És egy Red Mutagen, hát őrület. Lenyomtam már, hogy 6-ot. Ah, hát jó, mondjuk nem panaszkodok, most adott 2-t is. Jó. Nem merem elővenni a fákját, nehogy fölrobbanjunk. És amúgy nem is erre kell jönni, bár... of armor falling apart in my hands. De akkor az nem most került ide valószínű. Jó, megyünk tovább. Jó lesebzett minket ez a... but definitely not a drowner's. Bruises on his neck, crushed larynx, strangled. Ó, egy malac. Bruises on his neck, crushed larynx, strangled.
almost untouched, hidden for later. Drowners just don't do that. Igen, itt valami más élőlény van akkor. Bits of boats, torn sails, lines, sailing decor, you could call it. That stench, the marks on the bodies. This must be a water hag's lair. Got a keen sense of smell. She won't come back while I'm here, unless she coexists with drowners. Maybe I could make an extract from their glands, cover up my scent. Aha, tehát akkor bekenjük magunkat ilyen drowner feromonnal. Na jó, és hogy? Mert az egyik se az. Akkor lehet, hogy már megcsináltuk korábban. Csak jó lenne tudni, hogy mi az. Most itt találjam meg. Quest itemsnél biztos nincs. Hát fúdná se, esetleg itt. Hát valószínű itt lesz. Végignézzük. Nem segít a játék, maradjunk annyiba. Ez lenne. Próbáljuk meg. Valószínű amúgy. Now for a place to hide and wait behind those boats. Viszont vissza, bocsánat, viszont visszatesszük az inventoriba a Downy Old. Szombat van, elnézést. Jó, és akkor bújjunk el. Ott mintha lett volna egy láda, majd ne felejtsük el. Az igen. Mi történt? Jó lesz, jó lesz. Újra.
Oké. Okay. Jó, szerintem bedobunk egy macskát, mert... hát, ha segít. Majd a macska főzetet. Még szerencsé, hogy van itt egy kis idő erre. Jó. Jó. Na most próbáljuk meg. Na, így kell. Így már oké. Okay. Sokat segít, ha látom, hogy mi történik. Jó. Akkor gyakorlatilag ez a szerződés, ez megvan. Hát, dobit lehet, mint a gen most már. Ez így oké. Okay. És akkor hol volt ez a... Erre volt ez a láda? És nyersanyag. Meg itt is van egy. Jó. Hát akkor itt elvileg más nincsen. Így van. Akkor mehetünk. Neki már úgyse kell. Aha. Jó. És meditálunk egyet, hogy elmúljon a macska. Csak hogy lássunk is valamit. És akkor... Megnézzük, hogy itt mi van. Ha már itt járunk, úgyis. Hát... Legalábbis ez a terv. Aztán, hogy fel tudunk-e oda menni most? Hát erre biztos nem. Hát talán így innen. Megpróbálunk valami utat találni. Hát igen, a hegyekben azért ez nem triviális. De talán erre. Oh,
Jó. Nagy armor. Rendben van, menjünk tovább. Oké is. Na hát akkor jöhetünk is vissza gyakorlatilag a kontrakt kapcsán. Elkérjük a pénzünket. Job's done. Here's the proof. Now why would I want to see... What the devil is that? Water Hag. An old, clever one. She was the danger. Seen a lot of ugly critters in me life. Moorays, lampreys, blobfish. But never nothing like this. Your award. Well earned, Witcher. Well earned. Thanks. So long. Jó. Szuper. Oké is. Na, és akkor... Hát még nézzük meg ezt a pár kontraktot, ami itt van. Larvik. Ez a szigeten. Ha jól emlékszem. Így van. Itt is van két felkiáltója, megnézzük akkor azokat is. Na mi újság? You're a watcher? I see and right. Greetings. Saw your notice. Huh. And they said, where you hang on that, ain't no one else gonna hunt that beast. But I showed him. Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets, blather about costchays and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the council of Freya's priestesses, we would. But who can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Sverre insisted. Mustered a crew and... Only four came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Persze. Ezért vagyunk. Attend to the monster. Not your first, that's clear enough. Not like our lads. Heads full of fire, but not a morsel of thought between them. The four survivors, where'll I find them? Aim to talk to Sverre. Maybe it ain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. Jó, hát ez a felkiáltóját biztos a verseny. Ezt múltkor már kiderítettük, azzal most nem foglalkozunk. Na, kéne egy kis plusz info. Ti vagytok azok? Ez a Witcher. He'll tell you monsters don't set traps. What's the issue? He or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road, then waiting in ambush? They're too plain dumb for that, damn it. Dumb or no, they tore a few of our lads to shreds, and we ran like rats. They deserve to be buried. Willing to talk about it? Tell me what happened. Ask away. Hogy nézett ki ez a szörny? What the monster looked like? It were dark. Casper thought he saw something, but... Cause I did. It was huge. Its maw all blood-smeared. Bugger gutted Ungi with one claw, near spliced him in two. Word is, you were ambushed. Tell me where. Short way from here.
along the road to Lofoten. Saw a wagon crosswise the road near the woods. We barely got to it when something came rushing through the underbrush, and whoosh, blood spurted in the eyes. I wiped it away, looked, saw Einar lying dead. Interesting. Thanks. For what? Jó. Akkor most megint megnézzük, hogy a helyszínen mi történt. Valami szörny. Meglepő módon. Ha már úgyis elmentünk mellette, megfenjük egy kicsit a kardot. Igen, és itt van egy másik felkiáltójel, ezt gyorsan megnézzük. Mondjuk visszafele is, hát akkor majd visszafele inkább. Ja. Reméljük még ott lesz. Something really did tear him to pieces. Not much left. Beast must have dragged the shredded body to the woods. Jó, egyéb. Looks like blood, but... Red clay. Necker warriors use this clay to mark their position in the pack. Creature leading the Neckers is sentient. Gotta be capable of setting primitive traps, at least. Neckerek? Jó. Tracks lead into the woods. Hát akkor. Neckerek. Super. Found a good place for their nest. Developed an immunity to the toxin. Now the poison protects their nest. Clever. Super. Finally, the main nest. Guess I got company. Ah, ez a fő. Főnek. Imádom, amikor sokan vannak. Jó. Kicsit beragadtunk. Good.
Vannak sokan. Jó. Oké. Na. Megvan. Megvagyunk. Na, hát itt maradék az van bőven, úgyhogy sok-sok mutagen. Ezeket összeszedegetjük. Nem tudom, hogy valami egyéb láda van-e itt, de nincs. Jó, akkor behetünk is. Ha kitalálunk, így van. Erre. Eltesszük, hogy főrobbanjunk. Jó, és akkor most visszafele menet. Megnézzük tényleg most már ezt a felkiáltó jelet. Majd elkérjük a jussunkat. Who are you? Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Dowdyish. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it. Makes sense. All right. You lead the way then. Ezt jó lenne, hogyha életben maradnának. Hey, where are you going? Hogy érted ezt? Hűha! Egyik mindjárt meghal konkrétan. Jó. Akkor ketet megint benyomunk. Nem hílelődnek mi. Nagyon alacsonyan van a életereje ennek a pasasnak. Lehet, nem kellett volna menteni. Na mindegy. Show me what you got. De szomorú. Megpróbáljuk még egyszer, de csak egyszer. His long search for Ciri led Geralt. Ha nem sikerül, akkor hagyjuk. The ugliest man alive and the victim of a curse was the key to finding the young woman.
most valamennyivel több élete van. Ez lesz a nehezebb. Águl. Főleg, ha beleklippel a falba. Jó. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful, and will be for long. Folk are generous with gratitude, not so much with coin. Oh, hi. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Here, for you. Then, farewell. We trust the axe. Revenge we show heart, foe we show our axe. Na, így már oké is a dolog. Hát meg volt itt egy kard is. Meg pár cucc. You've no respect for our customs. Not he, nor that witch, Yennefer. Most segítettem nekik, erre beszólnak. Kivenném itt ezt a... Jó, mindegy. Jó, fölhílelünk és menjünk tovább. Kicsit így gyűjtögessünk. Nem, itt a szörnyek maradékát összeszedjük. Jó. Csak a fizetségért kell ide visszajönni. So will you help then? Killed the beast that was troubling you. Merciful Freya, Horsen's finally dead. Now, tell us, was it a tough fight? Got any wounds need dressing? No, I'll be all right. Nothing new to the likes of you. Hard work, witchering. All right, your reward. This here's for you. Thanks. Köszöntük szépen. Na, nem tudom, hogy ezen a szigeten van-e még valami. Ó, van ám bizony. Hát eljövünk ide akkor. Megnézzük. Opa. Till Hjalmar split its massive skull. You and Hjalmar, you sure fucking showed that icy voice up. Ivan erre. Aztán majd megint jobbra. Ugly bastard. Na, itt is vagyunk. Egy elhagyatott hely. De miért? Ah! Megvan.
Jó. És vissza is tértek a helyiek. És a csirkék. Jó, összeszedjük itt a maradékot. Hát, ha volt valami jó. Oké. Jó, megnézzük ezt is. Meg hát... meglátjuk, hogy ide eljövünk-e. Rócs kalandozik. Farkasok. Jó, ez is megvan. Farmoljuk az XP-t, srácok. Kösz. Oké. De most én nem jövök el. Valamiért úgy rémlik, hogy ide majd amúgy is jönni kell. Jó. Akkor elvileg itt nincsen már más. Ez nem itt van szerintem. Nem, ez a fő-szigeten van. Oké. Szerintem ez is. Nem, ez itt ez a... hát itt ezen a Eldbergnél, itt a Lighthouse. Sőt, ezt múltkor elfelejtettük megcsinálni. Oké... okay. Jó, na akkor nézzünk... contractet. Search and Rescue. Nézzük. Ez is kell utazni. Szvorlag. Nézzük. You just drank some rancid fish oil. Inga kicked me out. You find out about your little romps with beast? They smear you. Master Witcher? Heard you've got a job for a Witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me, got pestering me. I hung a notice, hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? My sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast carry him off. Tehát a húgát kell megkeresni. Sensing you just don't believe your sister.
They had their ups, they had their downs. Neil's thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You willing to look into this? Better. I'll see what I can do. Want to talk to your sister first off. Brit and Neil's had their favorite spot, cliffs north of the village. Ever since he went missing, she's been wandering about there. Thanks. I'll go see her. Okay. Did you sever his head? Head of a giant. Hogy a húgának a férjét kell megkeresni. Mindjárt kiderül. Aha, itt a hölgy. Need to talk to you. Leave me be. Did you see Nils die? I saw a shadow, great wings, like a cloud passing over the sky. Then I heard him scream. Something grabbed him, lifted him up, then flew off towards the caves on the shore. But he was alive, screaming my name. I'll look into it. Gotta explore okay. Those caves Britt mentioned. Jó, útbejtjük ezt, okvetlenül. Jó. Felfedezzük ezt a kis szigetet is. Roach. Bajti. Na gyerünk. A szigetnek ezen a részén még nem voltunk, ugye itt kellett segíteni a szem Cerisnek, ha jól rémlik. De lehet, hogy nem, de úgy rémlik, hogy itt volt Cerisszel, itt kellett neki segíteni. Itt egy elhagyatott valami romos épület, ahol... Na gyertek! Nagy volt a szám. Hogy mi? Hogy még vannak? Őt meggyújtottuk. Francba. Előről. Jó lesz. Csak koncentrálni kell. Gotta explore those caves Brit mentioned. Nem mentettem. Úgy emlékszem pedig. Nem baj, megyünk még egyszer. Gyerünk. Hey. Kívánok. Most mentettem.
Okay. Jó, na elvileg ez megvan. Körülnézünk, bár sok minden szerintem nem. Hát nem nagyon. Jó, na de mi van erre? Lehet, hogy betesszük azt a... Van nekünk egy ilyenünk, de mi helyett? Hát ehelyett. Csak hogy ne terhelődjünk túl olyan könnyen. Hogy mi? Na lássuk, milyen szajré volt nálatok. Hát nem túl sok. Mit ne mondjak. Hát de hát ez van. Menjünk tovább a barlangokhoz. Rákok. Oké, és akkor ez a barlang. Stinks of carrion. Necrophages. Drowners couldn't possibly lift Nils into the air. Hát, Geralt. Neked ezt oktatni kéne valahol. Vannak sokan. Néha olyan furán megáll a karakter. Mint most is. Fura. Na mindegy. Hát ez meg mi? Se lerombolni, se felgyújtani nem lehet. Lehet, hogy valami másik questhez tartozik. Érdekes. Strange scale color. Not your everyday siren. Siren trap.
Arra kell menni. Na gyere. Kijövünk, akkor előtte meditálunk egyet, hogy elmenjen a cat, meg legyen potting. De az is lehet, hogy nem erre kell jönni. Te itt valami fészek lenne. Ó. Lehet, hogy ő Nils. Gotta be. Some monster dropped him from high up. Brit wasn't lying. Ah, itt is van. Érezni. Ő. Arról nem volt szó, hogy ennyire mérgező. Na gyere! Rendben vagyunk. Hello, Manvio, köszi. És itt nincs, azt hiszem. Jó, hát akkor menjünk a rewardért. Most nincs, hát ide eljöhetünk még. De szerintem ide majd visz quest, úgyhogy ja. Hello, hello, para. Nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot. Köszi. Már is hidratálok, csak kikeveredek innen a barlangból. Sőt, még vissza is kell menni a nőnek. Kell neki mondani? Az a melónak a nem túl kellemes része. Na mindegy, először menjünk vissza Kevonhoz. Azt utána elmondjuk a nőnek is, hogy hát mi történt. Adventure seeker.
jövünk. Na. Itt van Kevon. Master Witcher. Found an old echidna in a cave on the shore. Tough beast, but I killed it. So Grit spoke true? A beast took Nils? And killed him. Body's in the cave. I'll have to fetch it. Witcher, would ye mind telling Grit what happened to her betrothed? Persze, hogy nekünk kell. Fine. I'll talk to her. It's the least she deserves. Feel like a damn fool now, not believing me own sis. Take this. Hard work deserves payment. Farewell. Így szintet léptünk, el se hiszem. Még a végén tényleg elkezdhetjük a endgame előtt a Hearts of Stone-t. True to me, and so I'll vow to be true to him for the rest of my days. Take this gold. It ain't much, but I want you to take it. Thank you, but I won't accept any coin from you. Why do you offend me so? Don't take it the wrong way. There are things even a witcher shouldn't take coin for. Igen. Hát igen, Manvio, rég voltál erre. YouTube-on vissza tudod nézni. 1440p-s tökéletes képminőségben. Na mondjuk, ha már itt vagyunk, akkor benézhetünk ide. Akkor csak elnézünk. Lehet van itt egy fast travel point is, és akkor innen tovább tudunk menni. De majd kiderül mindjárt. Egyébként, ha Manvio-val csak a fő sztori, ami úgy érdekel, az nem olyan sok. Így összességében. Hov, ez a falu neve. Hát ez mi? Ami aréna. Na itt mi újság? Hello? Oh, suppose you're better. Shut your gob. He's better than any. That's a witcher there. Listen, it's our arena. We got a raid that haunts it. Damned if we know how to drive it off. Do you think you could manage? Persze. This wraith. Hogy ne tudnám. We can probably manage it. Need the details. What do you want to know? Hát... Na nézzük. Mindjárt mondom, Manvio. Know anything about this specter? Kiderítjük, hogy itt mi kell. The granddad told me. His granddad said the wraith was called Ula the Unlucky. Lost every bout he entered, yet always recovered from his wounds. Ulla weren't even able to die like a man. Till one day, Jarl Thormar called a tournament in the arena. In those days, they drew lots to choose their foes, and the Jarl drew Ulla, the unlucky. Jarl was cocksure he'd win, so he mocked Ulla, ridiculed him till all in the stands were crying with laughter. Finally, he raised his arms in triumph, and that's when Ulla, who couldn't take it no more, stuck a dagger in his back. As he died, Thormar cursed Ulla. May ye lose again and again for centuries on end. That's what he said. Ever since, Ulla's haunted the arena, looking for a fight and getting a few.
Mean there have been those who've tried to defeat him? You kidding? Everyone's beating him. Poor bugger keeps coming back, though. Can't organize no normal fights precisely because of that. Érdekes. What kind of an arena is this? Tehát megátkozták. An arena, like any other. The custom was for the best warriors to clash here. Speakerog bouts were famous all across Gallia. Then one day a wraith showed up. How did you know? Told you. He's a witcher. A cunning man. He knows these things. Csináljuk, persze. Right. Could try my hand at driving away this specter. Not for free, though. Get it done, and we'll pay you the champion's purse. And a premium from our earnings to come. Once the fighting begins, after the curse is lifted. Oh, jó. Sure you're not getting carried away there? A little lie, but fuck it. Witcher gets rid of the wraith. You'll deserve a premium from the earnings, he will. So be it. One time only, though. Sounds reasonable. Wait for me here. Shouldn't be too long. Okay. Hát akkor nézzünk rá. Mami, amúgy alapvetően igen, de azért van egy-két olyan viccesebb, érdekesebb, izgalmasabb sidequest is, de valóban amúgy az erősödés a cél. Come to face the ghost of the arena. Don't be shy. All defeat Ulla the unlucky. Just spare me your jabber, your cries of die, wraith, and I shall defeat you, specter of the arena. I've heard them all a thousand times. Dreadful sick of them. You're no typical wraith. Why not? Because I don't shriek threats and warn you of your death. Oh, that's simple enough. Plain bored of that. Besides, I know how to be. You'll spit out some insults. Pierce me with your sword, and I'll then disappear, only to be back here again in a few days. And it'll be so with those who come after you. Such is my fate. I'm to tarry here till the world's end, losing every fate along the way. Huh? Érdekes. But you've not come to chat. Draw it, swing it, get to work and defeat the ghost of the arena. De most legyőzzük. Annak nem sok értelme van, mert akkor úgyis visszajön. Hagyjunk magunkat legyőzni. Draw your weapon. Draw in. We'll make it quick. And not too much drama if you don't mind. Hát, próbáljunk meg azt. Hagyjuk magunkat legyőzni. De az egyet-kettőt beleverünk. I defeated you. Seems so. Congratulations. But what happened? I was to lose till the end of time. What's that? I hear laughter and joyous cries, the clanking of chalices and a voice summoning me to the Feast of Heroes. You let me win. You freed me. Itt a megoldás akkor. The gods be with you. Ugye, mint amikor a morkvágnak adtunk enni. Na, akkor jó lesebzett minket. Hát nyilván. Na, gyerünk vissza. És mondjuk a pupákoknak. Lidrik és Gunnar. Ghost shouldn't pester you anymore. Drinking meat with his ancestors by now. I knew you'd manage it. Well, Gunnar, you're winning. Here. You bet on it? Should have seen it. I said you'd pull it off. Gunnar said there weren't a chance. That's why he's got that sheep's arse frown now. See that frown often, when it's time for me to get paid. You needn't fret. We're honorable folk here. This is for you. And remember,
You get a cut of the earnings once we get the arena up and running again. I'll remember that. So long. Hát, jó munkát akkor. Na, szerintem most meditálunk egyet nappalig, és megnézzük, hogy merre tovább. Later, hát innen majd akkor később visszajövünk. Esetleg ezt megnézhetjük. Itt ellopták a kürtjét a fickónak. Hova kell menni? Igen, ez az, ami itt van a világító toronynál. Jó, hát akkor jövünk a világító toronyhoz. Ja, a vízbe biztos, hogy nem fogom a kérdőjeleket megcsinálgatni. Az no way. Hajókázni nem fogunk. Itt a szárazon körbejárunk, de... az a baj, hogy túl sok van. Tehát... hát, max streamen kívül, de streamben biztos nem fogom megcsinálni. Jó, na, ide jövünk. Jól indul. Fast travel. Mi a... Na, gyerünk. Go, go. Pontosan. Nehogy rúgcs nyakát szegél. Én biztos nem ugrok át vele, úgyhogy inkább menjünk gyalog. Nem látta senki. Na, elvileg itt van. Vannak ilyen tolvajok. Ott. Na. Oda kell menni, és megbeszélni velük a szituációt. Mi történt? Bassza meg.
Újra. Reméljük jó messze vagyunk. Nem baj, most legalább megpróbálom még egyszer, hogy hát ha most át tudok ugrani a hídon. Szuper, nagyon ügyes vagyok. Hát erre is le tudunk jönni. Mondom én. Jó, na és akkor nézzük, hogy itt van a kürt. Itt van. Journal of a Thief, második rész. Oké. Jó, és itt más már nincsen. Na. Akkor visszavisszük Matthiasnak az elrabolt kürtjét. Ja, visszajövünk ide. És innen pont. Nem egyszerű itt közlekedni. Na. Itt is vagyunk. És... ide. Hát... szerintem a napjukta még mindig ebben a játékban a legszebb. Szubjektív vélemény teljesen. Szépségre amúgy se vitatkozunk. Nem sok értelme van, de ez baromi jól néz ki. Her who is virgin, mother, and friend. Apart from the worst weather we're likely to get.
Greetings, traveler. Got back your stolen horn, and I, killed the thieves. Shame that. They weren't evil men. Didn't give me a choice. Where's my reward? Take it. And next time, slay some damn monsters. See you, Shen. I'm a weebank. Jó. Oké, és na ez is megvan. Nézzük, hogy mi van még itt. Lóverseny később, ide majd később megyünk vissza, öklözés is később. Jöhet ez. Ez jó, a semmi közepén van, mindjárt nézek másikat. Nem mintha sietnénk valahol is, csak... Hát akkor megnézzük még ezt a... Semmi, no entry. Jó, na ez hol van? Ez itt van. Hát mindegy, mert nagyon más nincs. Treasure Huntban pedig... Na ez hol van? Pont ott voltunk. Á, francba. Na jó, megyünk majd még szerintem oda. Akkor nézzük meg... Mindegy, legyen akkor ez. Jó. Na és akkor hova kéne fast travel-ölni? Ugye innen jövünk. Hát, vagy lehet, hogy inkább lejövünk ide a portra. És akkor ide a Crossroads-hoz. Jó. Gyerünk. Esetleg előtte, hát megnézzük ezt. Ha már úgyis itt vagyunk, akkor azt a felkiáltó jelet ne hagyjuk ott. Stumbly beg your pardon, but I'm in quite a predicament, see. I'm a wandering juggler from occupied Temeria and... Temeria? You sure? Not Novigrad? What? Why Novigrad? No, I come from Maribor and... You're not cut out for this line of work. Memory's too short. See, we've met. But you were a respected Novigrad merchant who wanted desperately to get home. But I assure you, I... All right, you got me. I know this all looks bad, but I swear I'll pay you back, mate. All of it, with interest. Just, please, don't take me to the Jarl. Think you could fool me a second time? I'm gonna let the Jarl decide what to do with you. Force me to come with you? Go ahead, try. Alapvetően abból jó, hogy visszakaptuk a pénzünket. De nem biztos, hogy meg kellett volna amúgy ölni. Más idők voltak akkoriban, maradjunk annyiba. Gyerünk, csináljuk a küldetést. Thank you.
Giddy up. Jó. Itt is egy elhagyatott hely volt. Slower. Itt fönt lenne valahol. Az obelisk. Ah. És a Kuliu nevű kardot kell keresnünk. Itt van egy journal. Nézzük meg. Jó. Oké, és valamilyen erődítménynél voltak. És oda kell menni. Nem nagyon van itt zsákmány még. Ami érdekes lehet. Jó, na hát menjünk tovább. Jó. Akkor lovagló szimulátorba átmegyünk. És akkor jöjjünk ide. Ez ilyen sziget felfedezős quest úgy tűnik. Hát mindegy, ide majd jövünk, itt van egy quest, mondjuk akkor lehet, ha már itt vagyunk, akkor ezt meg kéne nézni.
Melyik is volt ez, ez a kontrakt, ugye? Jó, akkor beugrunk oda. Ha már úgyis útba esik. Not so fast, Roach. Giddy up. Oh, lovak. Vagy lovak. De jó, jó, bejöttünk. Quest. You can come out. They're dead. Who are they? Bandits. Matman Lugos's men. Who are you, my good man? Geralt of Rivia. I'm a witcher. Thanks for your aid. If you'd not come by, we'd have been done for. Lugos will wonder what happened to his men. What'll you do? Don't worry about us. Send my boy off to Caer Trolde, hasty like. The Earl's not like to let Lugos off. You'd best watch your own back. Lugos finds out, he'll try to get even. Think I'll manage. Good luck. Jó. Roach. Na, hol vagyunk? Mintha elkavarodnánk. Ja, igen. Ide. Jó. Hey there. Erre tovább. Mi történik? The woodland spirit seeks revenge. Him saying we've strayed from the old paths. Offended him? The monster's killed five already. He doesn't give a rat's arse about paths or tracks or me or you. He's a plowing beast from the plowing forest. Split his ribcage. A strong one, this spirit of yours. That's so. And who might you be? Geralt. I'm a witcher. A killer for hire. What do you seek here? Saw your notice. What notice? This village is home to decent folk only. You won't find any work here. Sure about that? Beast that did this, it's aggressive and incredibly strong. I can help you for a price. I like this man. Ply your trade, witcher. I believe we will agree terms. Who or what is this woodland spirit? Tell you what, it's not any of your concern. It's a common beast. Murders any man who ventures into its territory. Exhaustive as descriptions go. What does this spirit look like?
Anyone seen it for themselves? No man alive has. Great. Really helpful, all of you. Birds pecked apart his entrails. And here, tooth marks. A large dog, a wolf maybe. This the way it always kills? Only cowards. True warriors. Men with the hearts of predators. The spirit grants them an honorable death. You said the creature wants revenge. Why? For what? Our forefathers hunted with spear and knife. This pleased the woodland spirit. He let us live in peace. We never knew hunger. He killed back then, too. He's always killed. How many lads died trying to become hunters? Now, since our hunters died in the war, the beast turned even more bloodthirsty. We are ungrate. What others buy with gold, we buy with our lifeblood. We are slaves to fear, spread by blind fools like you. These woods are ours. High time we put an end to this beast. Na, és akkor mi legyen? I've heard enough. You've got a monster problem, that's clear. Just not sure you want it solved. Oh, we do. Come see me. We'll figure us a fair price for the beast's head. Our little talk while I looked over the corpse? Not nearly enough. Need to look around, figure out what I'm up against. Be not rash, killer. It's not too late to bring back the old ways. I'll decide what to do. But start collecting coin, just in case. Not gonna easing see it. Got a trail to follow. Wonder where it leads. Hát igen, a dilemma lesz majd, hogy most akkor megöljük, vagy ne öljük meg. De megfogjuk valószínűleg. Smashed bones. That takes strength. No point in trying to parry its blows. Valami nagyon erős valami. Valószínűleg egy lesen, amúgy. Nyomok ide vezetnek. Itt meg egy farkasok. Sharpened its claws, or just marked off its territory. Amit ott hagytunk menet közbe. Meditálunk egyet, mert nincs már potionünk. Na és akkor olvassuk el, mi a könyvben van. Hogy ez kéri a... Szerintem a relikt, aha. Mondjuk ezt tudtuk eddig is. Ja, a Woodland Spiritről kell, bocsánat. Az mindjárt más. Mm.
Jó, tehát valakit megjelölt, és amíg ő itt van a faluban, addig nem lehet elpusztítani. Oké. Hát akkor valószínűleg meg kell keresni azt, aki meg van jelölve. Csak elzavarni a faluból. Went to look at the tracks in the woods. Spirit sure knows how to make an impression on intruders. Told you, he likes killing. Almost certain we're dealing with an old Leshen. An ordinary beast then, just as I said. Not so ordinary. Monster like that's a serious threat to the village, and to me, if you decide to hire me. Oh, don't you fret. We'll have the gold. Just one small problem. The Leshen's marked one of you. As long as that individual lives near its domain, the beast can't be killed, not completely. Sooner or later, it'll be reborn. Must be one of the elders. Harald, I'm sure of it. You heard him. Words aren't enough. Gotta find the mark my way. Folk won't believe you. They'd never listen to an outsider accusing one of their own. But you find the marked one, and I'll handle the rest. Gotta use my senses. Find the one marked by the woodland spirit. Hát akkor nézzünk szét a merchandon. Respect, Witcher. Kösz. This is a terrible cross with you. You and the sorceress both. Vagrant. Maybe he's looking to get hired on a ship. Hair is gray, but you're no druid. I bet you mongrels still pestering me with this confounded cough. Like pickled herring? And me at Ratchet! The Freya's garden of all places! What vile blasphemy of you and that witch work there! I've seen him looking at you. Leshen's chosen the girl. Damn it. Oh. Tehát Hilde volt az. A szomorú. So, find out who's mates with the beast? It's not intentional. The marked individual has no idea. You don't know the elders like I do. Every last one of them codgers would surrender his mother to please the monster. And no point in mincing words. Said yourself, the monster's helper must die first. Nem kell megölni. No one needs to die. The marked one should leave the village. That's enough. If they never return, the Leshen will never be reborn. Did you hear what the Witcher said? We've but to banish the elders to have peace for all time. Csak nem ők voltak. It's not one of the elders. Who then? The woman you were talking to. We must banish her. Said so yourself. But she's one of us. For the good of the village, Sven. Drive her out. Make sure she knows she's not to return. Ever. Not going with her? Funny. Thought you cared for her. Tend to your own affairs and leave me to mine. I did what I had to do. Nem telefon, hogy beleszóljak. Na, és akkor most lenyomjuk a Leshent. Jövő, beszéljük ezzel is. Hát... De hol? Ja. Jó, hanem nem is ott van. Itt. Előbb megbeszéljük ezzel is, hogy ő mit lát. Didn't have many friends, did he? Folk aren't willing to look at this kind of death today. But in the past,
I remember. I was just a lad. Lugos Herlip led a raid on our village. Found nothing but silence and fog. I could barely make out my pa and my uncles lying in wait behind the trees. I remember how they hunted down one warrior after another, and once they surrounded Herlip himself, well, I believe he'd rather have faced the woodland spirit. Your spirit is a very old Leshen. He's dangerous, but I should be able to deal with him. Rid us of him? Yet he's what made us invincible. Turned us into great warriors. Mm-hmm. Maybe I wasn't clear. The woodland spirit is a monster. Cut with a sword, he'll bleed and die. Like you, like me. He's much more. Thanks to him, the woods teem with game, and our women bear strong babes. The power of the woodland spirit makes us the best hunters in the Isles. True, not every lad who sets out to be a hunter survives the sacred ritual. But aren't witchers made at similar cost? Back by the tree, you said you know another way to stop the Leshen. We must return to the old path. Restore the old ways. Roam the woods with knife and spear. Fight on even terms and prove our valor. That would please him. Our ancestors placed the Covenant Stone in the woods, made sacrifices of prized game on it, and thus made a pact. Do as they did. Go south along the brook. Submit to the trial by burning a sacrifice of wolves' hearts on the sacred spot. Haven't decided what to do yet. Try to kill the woodland spirit, and you'll bring his wrath upon us all. Gotta give this some thought. So long. Hát meglátjuk. Amikor The territory begins here. Need to destroy all the totems before I find the beast. Szóval, amikor legutóbb végigjátszottam, akkor nem öltem meg. Kíváncsi vagyok, mi történik, ha megölöm. Itt a totem. Ez az oltár, ugye? Igen. Jó, hát akkor itt eljövünk. Ide föl kell jönni, úgy tűnik. Megnézzük. Csak itt farkasok vannak. És még egy van. Ebbe a farkasokat akartam. Mert... de nem jött elő. Attól féltem, hogy előjön még a farkasokkal itt. Hát vacakolok. Jó. De nem jött elő szerencsére. Úgyhogy föl tudunk készülni a harcra.
problem. Jó. Meg is van. Hát reméljük a legjobbakat, hogy most nem fogja kiirtani a falut. Na, gyerünk vissza Svenhez. Hát itt mi történt? Hey! Hey! Look at this! Told you the Witcher had solved this! What happened? You rid us of the beast, we rid ourselves of its accomplices. Don't worry, our agreement stands. I earned your coin, you did. Tehát megölt az öregeket. Nothing's changed. Leshen's gone, true. But a murderer still haunts the village. Your work is done, Witcher. You've done your part, and I've done mine. Think the village will go along with this? Folk will calm down, realize the guilty needed to be punished. Do you hear? Fear will not rule my village. There will be no more killings. Go to your homes. Az biztos, and you, Witcher, on your way. No more monsters left around here. Hát jó. Oké. Na, menjünk tovább. Igen, és itt tartottunk, mert így menet közben jöttünk be ide Fajlundba. Remélem jól mondom a nevét. És akkor jövünk erre szépen délnek. Ide mindenképp beugrunk. Rócs. Let's go! Slow. Erre a kis útra jövünk. Jó fele jövök? Nem. A kis ösvényen kell jönnünk. Így van. Hogy mondod? What happened? What happened, damn it?
fell and cracked me damn leg in two. Stop whining, Peter. I'm ashamed to hear it. Pull yourself together, man. Worst case, Henrik will whittle you a wooden leg. Old Olla's got one, and you don't hear him complaining. Old Olla's also got lice, stinks, and leaks out of both ends. Yet he don't complain about that either. You two gonna help or no? And the whole... How'd you fall? We set out to light a fire there. Atop of the statue's shoulders. For our own glory and that of our ancestors. Looks like you succeeded. Aye, but the fire won't big so quick. Peter jumped back. Lost his balance. Got lucky anyway. Could have broken his neck falling from that height. This statue, what is it? An altar to the god of warriors. Any man who dares climb it and light the fire gains the favor of the gods. Fame and... And an excellent chance of snapping his leg off at the arse. Are you going to help me or are you going to continue preaching? This celandine should help you. Won't mend your leg, but it will make it hurt less. Thanks. Our undying gratitude, that gets you. The gratitude of a dying man in my case. Enjoy it while it lasts. Shut it and show me that leg. Thanks again. God's guide you. Hát adtunk neki egy kis fájdalomcsillapító növényt. Jó, hát menjünk tovább. Move it. Így délfele. Szerintem ide majd kell jönnünk, úgyhogy itt most olyan nagyon nem nézünk szét. Pedig balra megyünk. Na mi ez a falu? Feinstahl. Okay. Dragon. Yo. They said their herbs can't help, and all that's left is to pray. So have you? I prayed when the rocks were set. The blood of kings. Hát, ha már itt van. A witcher. Hear about the dragon, I reckon. Tell me about this dragon. What's it look like, for instance? You don't know. What kind of monster slayer are ye? Claws. A dragon's a dragon. You point Gavin. Just go kill it. For it makes more corpses. Witchers don't usually kill dragons. But I'll look into it. You said something about victims, right? Two brothers, Askel and Nilis, went out to hunt. Turned into prey. Wounds, so horrible. Even I went weak in the knees when they brought them in. And I've seen my share of bloody harm. Been on 32 raids, from Bovis to the mountains of... Fascinating story, I'm sure. But I'm more interested in these wounds. Can you describe them? Look for yourself. Family's only now preparing the boy's funeral. Their corpses still lie in their home, at the village's northern end. But treat the bodies with respect, mind ye, as tradition demands. Oui, lass. Hey, a witcher! Pray up your face. Witcher, help! We deal. And? Then what? Then nothing. Never you mind. This here's a job for a witcher. As you wish.
Mi történik? What's the problem? A beast. It attacked me. Me and my comrade. We'll gut the fucker. Aye, but not us. The Witcher. Why bother the witch man? Like as not it were a pack of wolves. They got you so afeared, you shat yourself and saw specters. Let me round up a few sturdy lads and we'll... Won't be needed. The Witcher will help, right? You shan't let us down. Feral folk, dumb as stumps. Me wrong. That hunter, could he be right? Maybe it was just wolves. I knows what I saw. Besides, who's he to say? Those Drummond blackguards don't know shite from shoelaces. That particular blackguard was wearing Ancrete colors. You sure about that? Sure than sure. Doesn't matter. That lot's not to be trusted either. Monsters attack me. I need a witcher, not some hunter. Come a long way. That just happened. Came to Firsdal to trade a load of hides from Svorlag. Svorlag? Thought you were from Faroe. Svorlag's on Speakerog. Well, you see, first I sailed from Faroe to Svorlag. Traded some loot from the continent for hides there, then came here. Faroe to Speakerog to Ardskellig. Roundabout journey. I hadn't much choice, had I? A merchant sails where the trade's good, not where it's close at hand. Fine. What's this about? Tell me. Me and my mate were on our way here to Firsdal with a cart full of hides. Suddenly we heard a screech. Our horse got spooked, started kicking, and then monsters jumped out of the bushes. My mate drew the short straw. They got him first. By some miracle, I managed to get away. What kind of monsters? Nekuks, no doubt about it. What? You know, sharp claws, animal skulls on their heads, attack in swarms. Neckers? Yeah, Neckers! Near 20 of them. So will you help? Will you kill the bastards? Furcha. That road needs to be clear. Aim to travel it again soon. I'll help you. Grand! Knew a witcher wouldn't let me down. Not like some waffly prick from Clan Drumdund. Or Clan Drummond. Good luck, witcher. Fare you well. Wait. Where should I look for you? What? Once I finish, where will I find you? Oh, aye. Here. Meaning in the tavern nearby. I'll await you there. Fine. See ya. Fura is a fitzko. A mile away. Jó, akkor ha már itt vagyunk, beszéljünk itt erről a sárkányról. Csókolom. Well, well. Another come to gawk at the dragon's victims. Perhaps I should start charging for the pleasure. Perhaps. I wouldn't pay you, though. See enough corpses in my line of work. I'm a witcher. Here because I took the contract for that dragon of yours. Oh, forgive me. I didn't know. How can I help? Where were the bodies found? In the glade past the river. The lads, they liked that place since they were tykes. They'd go there to catch hares. Might not be easy for you, but I have to look at their injuries. At least you asked me permission, not like the others. If it'll help you kill the beast, fine. Do as you will. That's everything for now. Thanks for your help. And I promise to avenge them. Nah, sure. Claw marks, bite marks, but no fire damage. Interesting. Tehát akkor nem egy tűzokádó sárkány volt. Érdekes. Na, ez a másik amúgy milyen questet adott, mert nem írta ki. Ja, ez Caligaz Most Wanted. Hát ezek... Aha, itt van az úton. Ez a sárkány meg... hát itt, valahol. Jó, hát akkor megcsináljuk egy kalap alatt. Elvileg. Megpróbáljuk megcsinálni, maradjunk annyiban.
lett egy tehen. Pretty weak dragon. Couldn't lift a cow. Just tore it up and left it here. Oh, vérnyomok. Cow's blood. Might lead me to the lair. Might. Shattered, fell from high up. A nest. A fork tail's looks like, but it's empty. No point waiting. Gotta rustle up some bait. Can I charlie him? De kell csalogatni valahogy. Hát valami állat kéne. Birka vagy ilyesmi. So will you help with the dragon or not? Found your dragon's nest. But I'll need bait to kill it. A sheep, for instance. Ah, I see. You're gonna stuff it with sulfur. Another ally of the brave little shoemaker. No, I'll manage without sulfur. Just need a sheep, unseasoned. Fine. There's one I can give you. It's a bit mangy, but it'll do. Know how to get a sheep to move where you want? You gotta drive it like a sheepdog. Go at it from the left, it'll go right. Go at it from the right, it'll go. If dogs have figured it out, think I'll manage as well. Meg is van. How do you call a sheep? Here, sheepy sheepy? Hey sheep, come here. We got us a fork-tailed hunt. Giddy up, sheep. Move along. Uah. Mia. Na, ne arra. Terelünk, mint egy jó juhászkutya. Na. Mehetünk. Ne vissza. Úgy arra, úgy. Ez az. Ügyes, szuper. Nagyon ügyes. Na és a dragon. Said you could sell. Go on, sheep. Go frolic. You've earned it. A birka mehet. Megérdemelte a szabadságot. Kiváló csali volt. Oké, és na, akkor most nézzük meg a másik questet is, ami itt helyben van. Ami egy kicsit gyanús, azért valljuk be. De nézzünk rá.
dragon. Need to look around. Must be the comrade of the fellow from Pharaoh. Odd. Looks like he died of old age, not because a necker ripped him apart. Érdekes. Nyomok. Gashes like claw marks in its flanks, but it's also got lockjaw and a warped spine, like it might have died of tetanus. That was close. Valószínűleg egy necker volt. Tells me that was no accident. Better investigate. Hát, kis hegymászás. Gyanús, hogy ez nem egy necker volt. Boulder started here. Think I see some tracks. A necker. Must have waded through mud before arriving here. Akkor mégiscsak. Jó erős necker, a nagy sziklát lenyomta. Farkasok is vannak. De velük nem nagyon akarnék most. Ha nem muszáj. Shit. What's going on here? Jó, hogy nem vagytok sokan. Hűha! Opá! Bebugolt. Imádom a pókokat. Miért kell minden játékba valami pókféle szart belerakni? Jó, hát nem mindenben, amiben ilyen szörnyek vannak. Hogy nézel ki te? Aludjunk egyet. Vagy hát meditáljunk. Jó, hát erre nincs semmi. Hát esetleg
Hogy erről jöttünk? Szerintem erről jöttünk. Így van, itt voltak a nyomok. Ugye akkor megyünk tovább. Erre fölfele. Ja, itt vezetnek tovább a nyomok. Foot hollowed out inside like a boot. Someone lost it while running. Az igen. The plot thickens. Necker paw and a human foot, small like a child's, clearly running. Na mi ez a ház? Trail ends here. Who would think to hang drawings in a place like this? What? Looks like the work of a child, or someone who's damned clumsy with a quill. Two sticks protruding above the shoulder. Think that might be me. Is that a wagon? And here's where that boulder almost crushed me. Necker tracks near the boulder. Now I know where they came from. Just wonder who actually left them. These balls on sticks are Endriga's. Guess they were supposed to finish me off. All in all, a pretty elaborate plan. And this must be the meeting place. Looks like this whole ambush was a group effort. High time I met the pranksters. A Necker. Torn apart by something huge, then someone cut its legs off. De idegesítőek ezek a nekkerek. Jó. Jó, hova kell mennünk? Itt ott van a meeting point. Hát reméljük itt a hegyen át tudunk menni.
ott is vagyunk. Must be the place. You can come out. I've seen your plan. Besides, I can hear you. One of you's wheezing like a broken bellows. Another's panting frantically like a deer caught in a trap. And the third should really take something for that throat. I'd try thyme extract. Gerált nagyon kemény. Ó. Oh. Someone care to explain what's going on here? What's going on is that you're down there, and we're up here. That's a situation I can fix quickly. Litchy thingy no gum gum. The baldy litchy thingy swoop man. That's right. We've caught you. You're at our mercy now, and we're none too merciful. Oh, really? Fact is, I could just turn around and... Bloody hell! Litchy thingy gum gum shucking. Wolf swoop. I wonder why he's not already in the shrimp. Négyen vannak. You were to kill him. What? We never said nothing about killing. Not a thing. We were just supposed to scare him. So litchy thingy as scary thingies. Make him no touch us. Hát amúgy se akartam volna. You misunderstood. He's a murderer, like the rest of them, like the one who killed my Adalia. Awful sorry about your wench. We all are. A Doppler. But this Witcher didn't kill her, and we can't very well punish him for another's crime. He has much to answer for, too. I heard... He killed a Korred in Tucson. Nem is voltunk még Tucsonba. So már mi? What? What about Verena, the Bruxa with the fondness for blue roses from Nazaire? He showed her no mercy. Verena killed many an innocent. I had to do something, but I've helped monsters aplenty. Yes? Who? Hát igen, őket elengedtük. Szalmát is. A succubus in Novigrad. Let her go free, even though I knew she'd killed some guardsmen. You mean, even when you know a monster's killed someone, you don't hurt them? If it had good reason, yeah, sometimes. Don't make me laugh. That's not nearly enough. Not so long ago, I spared the life of a Doppler in Novigrad. He was stealing food for the Scoia'tael. Őt is elengedtük, igen. Letting him go cost me a hefty bounty. I'm grateful. Not many of us left. You see? He's not that bad. We should let him go. Let him go? Now? So he can track us down and butcher us? I won't hurt you. I don't kill sentient creatures. You lie. Every Witcher is a murderer. I kill monsters, true. It's my job. But only when they threaten humans. You hate us! Hate us all! Humans hate you all. Because they don't know you. Don't know which of you are dangerous and which want to live in peace. Only Witchers stand between you and humans. We know both worlds. Protect both. We kill dangerous monsters, so the thinking ones can live in peace. So you say now, as you stand there, scared. You know we have the upper hand. You don't. Could have killed you all long ago if I'd wanted to. I believe him. We should let him be. I'm all for it. To my thinking, he's telling the truth. Let witchy thingy go. Fools! Gullible as newborns! A just Witcher! A kind Witcher! A lying Witcher! He feigns it all! All humans lie! Let it rest!
This is not the way. You shan't bring Adalia back. Ah, stay here. I'll finish this alone. Hát butaságot csinálsz, haver. Nem olyan más választást. You were right. Monsters are like men. Some are good, some are bad, and still others simply lost. Ez így van. I was different once. Should never have let him talk us into this. Here, a little something from us, so you'll remember not all monsters are dangerous. Thanks. Na, ez egy király quest volt. Jó, na most viszont menjünk vissza. Ugye a sárkány kapcsán még itt volt teendő. Mármint, hogy hát annyi teendő volt, hogy el kell kérni a pénzt. Kijövünk ide az útra. Nem sajnálatos, hogy így alakult. De nem hagyott más választást. De ez amúgy ennyire egyszerű. Ja. Csak kitalálok innen. What? Itt, hogy egy víven csak így ránk támadt. Hát semmi. Jó. Szóval ez ilyen, hogy nem minden szörny rossz, nem minden ember rossz. Nem attól rossz valaki, hogy szörny, vagy ember, vagy werewolf, vagy... És akkor be lehet helyettesíteni minden más egyebet. Tehát a szörny és a... ez az amaz helyére. Hopp, itt volt egy fast travel point. Akkor jövünk innen. Csak és kizárólag az számít, hogy az adott ember vagy szörny hogy viselkedik és mit csinál. Ez a questnek a mondani valója. Na, János bácsi. So will you help with the dragon or not? Kész. Solved your problem. And? That it? Tell me more. Did the dragon breathe fire? Spit venom? Hogyne. Yeah, and it had golden scales and smoke poured out its ass like it does out of a chimney. Just like the skulls say it. You've earned your reward. And the princess's hand. But I'll just take the coin. Az bőven elég lesz. Szuper. Na. Most már alapvetően folytathatjuk az utunkat. Mert még mindig ennél a questnél vagyunk. Így van ez a Family Blade.
De most már közel vagyunk. Ja, itt van a szomszéd faluba. Valami erődítménybe kell, opá, erődítménybe kell bemenni. Aha, ide. De megvárjuk vele a nappalt. Mindenképp kell javítanunk. Ugye? Mit csináltam? Meg, ja, jó. Hát, ezek sincsenek túl jó állapotban. Ja, akkor még a páncélon is kalapálunk egy kicsit. Többi az jó lesz. Majd azt a kovács megcsinálja. Kert robodén. Na, mi van itt? Ezek még mindig rohadt nagyot ütnek. De... megoldható. Jó. Hát kicsit szedegetjük a lootot. És itt a zsúrnál. Na, mit ír a kujlururu vagy milyen karról? Elvitte el a Technovigrádba? Vagy ide a Arckeligri bálna temetőbe? Ja. Na, itt van egy fészek. RP's got their nest here. Volt. Mondhatjuk. Jó, kilútoljuk és mehetünk is tovább. Itt még itt maradt egy kis maradék. Jó. Na, és akkor hova kell mennünk? Mondjuk itt legalább a közelben van egy fast travel point, és akkor ezt is megnézzük. Ha már itt vagyunk, akkor vissza a pályzdába, ha jól mondom. Roach, ne hülyék egy. Menjünk. Gideon. Elvileg itt van a koronázási ünnepség, vagy itt volt pontosabban. Prophecies are true.
step over. Heard you calling. Aye, because I was. I thank Mother Nature she didn't skimp on my voice as she did with some others I know. See, one of us, a Gil, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said strong emotions and experiences can restore speech. Oh. So I thought perhaps you might. I'll pay you, of course. Give you an excellent Gwent card. Pont azt keresjük. Suppose I could try. But I wouldn't even know where to start. Nem is tudom. You want me to scare him? Aye, good, good. That should do it. Scare, irritate. Whatever you wish, provided you do him no harm. You can usually find a Gale near the Hallowed Oak. Oh man, he's probably praying in his heart for a cure. Hát nézzük meg. I shall name evil wherever I find it, and grant our foes no rest. Are you the silent druid? Who are you kidding? Dumb question. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he's deaf, too. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers? Oh. Charming man. Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Grant me the strength and wisdom, ye gods. Na mit lehet csinálni? Mondjuk ezt meg lehet gyújtani. Nagyon zavarja. Ez mennyire zörög vajon? Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Okay. Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Tehát még két dolgot kéne valamivel, valamit csinálni. De mit? Menjünk át éjszakába. Megnézzük, hogy akkor mi a helyzet. Még mindig imádkozik. Hát gondolom ez többször nem működik. Lehetne megijeszteni. Van itt egy négy kaptár, mert ez nem tudom, hogy jelente bármit.
Ah, ennek nem örül. Jó. Oké. Megint bemutat. Mi van, öreg? Oké, most meggyújtotta. Jó, jó, megvan, sikerült. Ja, hogy egy eskü volt a... Bocsi. Oh, sorry. Someone tricked me, I thought. Boo-hoo-hoo. My deepest sympathies. Now get out of my sight, you imbecile. Hát, bocs. Ja, visszamegyünk ehhez a fickóhoz, azt megmondjuk neki, hogy... Ó, nagy lófasz Jóska vagy amúgy. Hogy így átvesz minket. Hol vagy? Heard him screaming clear over here. Grand work, Witcher. Your reward as promised. Hát, fogd a rewardodat, aztán bal lábad fölhúzása után. Oké, is. Na de, menjünk tovább. Ismét folytatjuk ezt a Family Blade-et. Még majd lehet, hogy megnézzük ezt is a végén. De egyelőre ezt a Family Blade-et kergessük. Hát reméljük, hogy most már meg lesz. Hát tényleg körbeutazzuk a szigetet. És egy jó rövet kártyát kaptunk. Kár, hogy nem göntezünk. Hát, visszajövünk majd azért a felkiáltó jelel. Megcsináljuk máskor. Lassan már a végére, vége fele közeledünk a mai adagnak. Na, itt a bálna temető. Mi meglepő, hogy pár renegéd. Oké. Hát ez benne van. Ezt elnézzük. Nem mentettünk. De a checkpoint rendszer nem a legjobb, maradjunk annyiba. Semmi gond. Mintha mi se történt volna. Na, gyerünk! Yeah.
Double kill. Jó. Na hát, ha most már itt lesz a Guiliu. Remek. Jó, és akkor visszük vissza Olafnak. Remek. Csirkés szendvics. Van minden. Jó. Csak nézzünk rá erre a questre, míg akkor van egy kis idő. Erre a felkiáltójára. Merre is volt erre? Nem erre. Most még biztos nem fogom megtalálni. Nem, erre fölfele volt itt a másik árusnál. So not growing any younger, friends. You must pass your knowledge on. I'm no trout that must get to its spawning ground. I shall do what I please and then leave me be. Leave me be, will ye? Oh, what's that? Yes? What do you seek? Kind old geezer I just saw you talking to. Who was he? One of our circle. Grimmest. An exceptional alchemist. But a stubborn main ass. Well, been around sorcerers is my share. Long enough to know that with great enlightenment comes even greater arrogance. But sorceresses welcome apprentices, am I right? Not Grimmest. So many formulae in that head. So many methods of ingesting and absorbing lethal toxins. But he'd rather take them to the grave than share. Maybe he'll make an exception. Share them with me. As likely as mistletoe sprouting from right here. Hát kérdezzük meg. Hát ha már itt vagyunk. De nem, meg tényleg megyünk Kertrolldére most már. Want to talk to you. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. Distress. I want you to share your knowledge. Teach me alchemy. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spikarog with you? Are you serious? Is that so? Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply betray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. Can I convince you somehow? Oh, gods. You're as bothersome as a gadfly before a storm. Though I am preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Even yours. I require three favors. Do them for me. And I shall accept you as my apprentice. No. Well, well. There's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan Forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Finally, convince Frithjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, what will it be? Yo. All right, I'll do it. But this ritual you want to perform, what's that about? If ye wish to be my you must stop asking questions. I decide what to tell you and when to do it.
go. Chop, chop. Before I change my mind. Okay. Jó, hát ezt nem most fogjuk megcsinálni, az biztos. Úgyhogy most akkor elugrunk vissza, elviszük a kardot Keltroldéba. Olafnak. Aztán... megnézzük, hogy... megvan-e már a... és innen fogjuk majd folytatni. De akkor irány Keltrolde. Csak ez meg lent van. Á, nem baj, lemegyünk. Is van. Hello, Olaf. What is it? Retrieve the property you lost. Could you? Thanks be to Freya. Where'd you find it? Northern part of the isle, near the whale cemetery. Don't ask me how it got there. Long story. How the mean me? Don't need to worry about the thieves. They won't steal ever again. Your reward. Sure as hell earned it. And a lot a bit more from myself. If Kulyu'd not been found, I'd have had to wash the shame away with my own blood. Jó. Okay, és akkor még ezt megnézzük. Ezt a Master of the Arena-t, hogy... speakerogon van-e már... esetleg pénz. Ugye, amivel tartoznak nekünk, amire elhajtottuk a... ezt a szellemet. Mondták, hogy adnak 100%-ot is majd, ha beindulnak a versenyek. Hov. Ez a falu neve. Már vannak nézők, emberek. Lidrik. Na. Business is booming for as I can see. Better believe it. Every man and his hound wants to fight in the cursed arena. My cut of the proceeds must have grown sizable. And how? Here. Always a pleasure doing business in Skelliger. Come again, eh? Great things are bound to happen here. Mark my words. I hope they do. Good luck. Na, és akkor ez is megvan. Super. Ment itt a buli nagyba. Jó, és akkor most visszamegyünk még arra... hát, visszamenjünk. Hát, visszajönk ide Keltroldére, úgyis a Kovácshoz kell majd mennünk. Oké, és akkor... ugyanis állunk? Jó, van itt lóverseny, ez amit most pikkeltünk el, amit segítenünk kell ennek a alchemistnek. Szerződés nincs most, és majd a treasure huntok vannak. Az viszont bőséggel. Úgyhogy azokat fogjuk majd csinálni. Skelligén is majd megyünk Novigrádba is, mert ezeket ott szedjük majd össze. Hát a szintet meg majd meglátjuk. Jó. Oké, és rendben van. Na. Hát akkor álljunk meg most itt.
legyen már ennyi elég. Elég jól haladtunk azért alapvetően. Persze azért sok sidequest, meg treasure hunt, meg sok minden van még Skelligén, de szépen lassan csinálgatjuk, és haladunk előre. Oké, és jó, rendben van. Na, hát akkor én nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, köszönöm a követéseket, csíreket, donéteket, szubokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb jövő héten találkozunk terveim szerint kedden, ugye már az új menetrend szerint, ezt Twitch-en itt már látjátok, hogy most már átírtam itt az új menetrend van lent a videó alatt, vagy az about részben. De mindig minden hét elején kiírom Discordra a menetrendet, a Discord szerver linkjét szintén az About fülnél találjátok, és ott mindig tájékozódhattok. Jövő héten programozunk, folytatjuk a Witcher-t, meglátjuk a pontos menetrendet, majd írom, mert a hétvége fele lehet, hogy lesz egy kis kavarodás, lehet, hogy hétvégén nem is lesz stream, majd meglátjuk, megbeszéljük, addig is kövessétek a menetrendet. Na, akkor én tényleg elköszönök, további szép napot kívánok nektek, további jó hétvégét, találkozunk jövő héten, sziasztok!